Egy napi elemet fogunk készíteni tehát az ábrának megfelelően, de mégis egy kicsit másképp. A dami elemhez két elektródra van szükség, egy rész és egy szint elektródra. Elkészítem először a rész elektródot. Az eszközeim egy nagyobb méretű kristályosító csésze, ez pedig egy egyszerű mázatlan agyakedék. Fogom és belehelyezem a kis elépkénbe, amit előzően vízbe beáztattam, a rész szulfát oldatot, ugye ez az oxidált forma, rézinot kapott benne, és belehelyezek egy rész lemezt. Ennyi az egyik elektródom, elkészítettem a rész elektródot. A másik a cink elektród lesz, a kristályosító csészémbe beleöntöm a cink szulfát oldatot, és belehelyezem a cink lemezt. Na most már is láthatod, elkészült a két elektródom, hát én nem vagyok vezető egyenlőre, ugye be, tehát még nincsen zárt áramkörünk, nincsen áram feszültség mérésére lehetőség, hát sóhidat nem készítettem elő. Azért nem készítettem elő, mert az agyag edényünk az egy félig áteresztő hártyaként működik, azaz fogom, és belehelyezem az egyik edényt a másikba. Az agyag edényt előre beáztattam, ez lesz a diafragmám, a félig áteresztő hártyám, tehát gátolja az oldatok keveredését, de az ionok áramlását szabaddá teszi, zárja az áramkört. Na most elvileg elkészítettem a galván elememet. Semmi más dolga nincsen, mint közbe iktatni egy feszültségmérőt, és így teljesen ugye zárni az áramkört. Rácsippengetjük az elektródokra a fémes vezetőt, és ugye lehet látni, hogy a feszültségmérőnk ugye kileg, azaz feszültséget mutat. Jó? Minden irányban lehet látni? Lehet látni? Jó? Na most ugye itt lehet állítani, hogy mekkora feszültséget tudjon maximálisan mérni ez az eszköz. Ugye ha kihúzom, azaz megszakítom a zárt áramkörömet, ugye visszaáll kiindulási helyzetbe, ha a félvoltosba dugnám be, akkor látod, hogy kifekszik, tehát ugye nagyon mély félvolt a feszültség, és hát, hogyha leolvashatjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy itt körülbelül olyan 1,1 voltos feszültséget tudunk mérni ennél a galvánnál.